Karácsony második napja van, a keresztény világ Szent István első vértanúra emlékezik. Az ünnepek alatt sincs megállás, több mint 160 migráns próbált tegnap Magyarországra jutni. És hatalmas tűz pusztított Chilében, 250 ház égett le, valószínűleg szándékos gyújtogatás történt. Ez a Híradó délben, Székely Varga Edina vagyok, köszöntöm Önöket! December 26-a, karácsony második napja van. A keresztény világ ma a Szent István első vértanúra emlékezik. A Vatikánban ezekben a percekben kezdődik Ferenc pápa beszéde az Úrangyala imádsággal. A római Szent Péter téren van kolléganőm Sárközi Júlia, hozzá kapcsolunk most. Júlia, várhatóan miről beszél majd a pápa? Jó napot kívánok! Ferenc pápa déli harangszóval egy időben jelent meg a pápai lakosztálynak a Szent Péter térre néző ablakából, és már is megkezdte olasz nyelvű beszédét, amely után latinul az Angelus, az Úrangyala imádságot fogja elmondani. Ferenc pápa első mondatai éppen Szent Istvánról, az első vértanúról szóltak. Hangsúlyozta a pápa, arra a kérdésre próbált választ adni, hogyan lehet a karácsony szeretetteljes ünnepét összeegyeztetni azzal, hogy karácsony második napján az egyház a mártír halált halt Szent Istvánról emlékezik meg. Ferenc pápa azt a választotta, hogy éppen az első vértanú tanúbizonysága bizonyítja azt, hogy a halált le lehet győzni a szeretettel. Ferenc pápa szavait itt a Szent Péter téren és a Vatikán környéken ismét tízezrek hallgatják, római családok, hívők és turisták, akik ismét eljöttek ide a Szent Péter térre. Kiemelte a biztonsági készültség ellenőrzési kapukon keresztül lehet bejutni a Szent Péter térre, amelynek közepén ott áll az óriás karácsonyfa, és mellette a Betlehem. Ferenc pápa most fogja befejezni majd olasz nyelvű beszédét, és utána latinul Úrangyala imádságát adja, de Ferenc pápa itt lesz a Szent Péter téren december 31-én és január 1-én is, a Béke világnapján, amikor majd újévi üzenetét fogja elmondani. Sárközi Júliát kapcsoltuk, köszönjük szépen! A békesség, az öröm és az áldás hordozóivá kell válnunk mások számára. Erről beszélt Erdő Péter bíboros karácsony második napján a Siket és Nagyot Hallóknak bemutatott szentmisén. Az Esztergom budapesti érsek úgy fogalmazott, hogy úgy tehetünk tanúságot Jézusról, hogy segítünk másoknak és szeretjük embertársainkat. A mi életünkben is van alkalom arra, hogy tanúságot tegyünk Jézusról. Mi is megkapjuk a hit világosságát és a Szentlélek ajándékait. Sokszor úgy, hogy a másnak segítő, mással jót cselekvő ember nagy lelkű szeretetével tanúságot tudunk tenni Krisztusról. De az is előfordul, hogy aki a segítséget kapja, úgy tudja azt fogadni, hogy ezzel válik Krisztus örömhírének eszközévé a többiek számára. Az ünnepek alatt megváltozott a menetrend a fővárosi közösségi közlekedésben. Stefán Zoltán Pongrász Dánielt, a Budapesti Közlekedési Központ közlekedési információs munkatársát kérdezte a legfontosabb változásokról. Jó napot kívánok! Akik karácsony második napján szeretnének kimozdulni otthonról, de még ünnepi hangulatban közlekedni, azok a közösségi közlekedésen belül a fényvillamossal vagy a fénytrolival is utazhatnak. De hogy egészen pontosan hogyan alakul a menetrend, azt már Pongrácz Dánieltől, a Budapesti Közlekedési Központ közlekedési információs munkatársától tudhatjuk meg, akinek jó napot kívánok. Szóval mire készüljön az, aki ma indul útnak, illetve majd a következő napokban, amikor azért már lényegesen nagyobb lehet a forgalom? Jó napot kívánok! A mai napon vasárnapi, illetve ünnepnapi menetrend van érvényben. Évvégén 30-án és 31-én pedig évvégi munkanapi menetrend lesz érvényben. Az M3-as metróval minden nap Újpest központ és a Nagyvárad tér között lehet utazni, a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között jár a pótlóbusz. Az esti órákban, tehát sötétedés után fényvillamos közlekedik a 19-es villamos vonalán, és fénytrolibusz jár a 82-es trolibusz vonalán. Akik autóval indulnak útnak, vagy leginkább parkolnának, ők mire számítsanak a mai napon, illetve majd a két ünnep között? Nem kell fizetni a parkolásért a közterületeken, azonban van néhány kivétel, ezek az őrzött parkolók, illetve a Budai Vár, a Citadella, illetve a Margit-sziget északi részén található parkoló.
Említette az évvégi közlekedést, érdemes erre már most kitérni, hiszen tavalyi év tapasztalatait átültették idénre, sőt bővítették, hiszen már holnaptól megváltozik a közösségi közlekedés. Igen, holnaptól, tehát péntektől jár éjszakánként is az 5-ös, a 7-es, a 8-es és a 9-es autóbusz, valamint az M2-es és az M4-es metróval hosszabb üzemidőben éjjel fél egyig lehet utazni. Pongrácz Dánielnek köszönöm szépen, és hogyha már szó esett az év végéről, akkor a 2020-as évre szóló bérleteket már megvásárolhatják. A Budapesti Közlekedési Központ tapasztalata az, hogy január első napjaiban van a legnagyobb roham, hogyha a hosszas sorbanállást szeretnék elkerülni, akkor még a következő napokban érdemes megváltani a bérletüket. Karácsony második napján biztosan sokan tervezik, hogy a szabadban töltik a délután, de nézzük, hogy ezt mennyiben engedi meg az időjárás. Itt van velünk Szilágyi Eszter. Eszter, milyen idő lesz ma és a két ünnep között? Szervusz, és köszöntöm a híradó nézőit. Ma délután az ország döntő részén még több órás napsütésben lehet részünk. Érdemes ezt kihasználni, egy kicsit kimozdulni a szabadba és töltődni D-vitaminnal. És nem csak a ma délután, hanem a következő napok is alkalmasak lesznek majd szabadtéri programok szervezésére, ugyanis ameddig a meteorológus szemmel lát, kiadós csapadék nincs a láthatáron. Viszont egy kis ízelítőt kaphatunk már a következő napokban a télből, ugyanis már a soron következő éjszaka, holnap is, valamint a szombati nap folyamán is. Elvétve előfordulhatnak havas esőzáporok, illetve hózáporok, de ez inkább csak látványhavazás lesz, megmaradó hórétegre nem számíthatunk. És a következő napokban többször ismételten feltámad majd a szél, ezzel az északnyugatias erőteljes áramlással pedig a folytatásban már hidegebb levegő érkezik hozzánk. Különösen a szombati nap lehet szeles, ekkor a Dunántúlon nagy területen akár 60-70 km/órás széllökésekre is készülhetünk. És ahogy említettem, ezzel már is érkezik hozzánk a hidegbetörés, amelyhez kapcsolódóan már a hőmérsékleti értékek is tanúskodnak, ugyanis a következő éjszakákon már egyre csípősebb hőmérsékleti értékekre számíthat. És bár a fagy napközben általában kienged, a legmelegebb percekben is általában 5 fok alatt marad a hőmérséklet. De a hideg betörés most nem tart sokáig, a szilveszter napján már is kisebb mértékű enyhülést tapasztalhatunk, így az új évet is már enyhe időben köszönhetjük. Ezek jó hírek, Eszter, köszönjük szépen! Európa szinte minden országában van valamilyen karácsonyhoz kapcsolódó szokás. Velencében például a kisdedd Jézus szobrát vitték körbe a városon. A magas vízszint miatt azonban idén könnyű búvárok. Lengyelországban Betlehemekből nyílt kiállítás, Romániában pedig karácsonyi disznóvágással ünnepeltek. Nem kellett egy trópusi országba utaznia annak, aki karácsonykor akart megmártózni a tengerben. Szicílián annyira meleg volt szerdán, hogy sokan pezsgővel ünnepeltek a parton. Mikulás sapkában, fürdőruhában napoztak az emberek a strandon Palermóban. Észak-Olaszországban viszont az elmúlt napok esős időjárása miatt még mindig egy méteres az áradás Velencében. Habár csak pallókon lehetett megközelíteni a Szent Márk bazilikát, így is megtartották a hagyományos karácsonyi szertartást. A magas víz miatt idén könnyű búvárok vitték a kisdedd Jézus szobrát és a lángot a katedrálisba, a mise előtt azonban a templomot is meg kellett tisztítani a beömlő tengervíztől. Ciao, buon Natale! Az olasz Alpokban Mikulás köszöntötte a síelőket. Habár a völgyekben rekordmeleget 12 fokot mértek, 2000 méteres magasság felett volt annyi hó, hogy megkezdődhetett a síszezon. A téli sportok szerelmesei ellepték a pályákat. Hosszú sorokban várakoztak az emberek a felvonóknál. Ez pedig már Románia. Az ország különböző tájegységeiben mindenhol másképp ünneplik a karácsonyt. Moldovában az egyik hagyományőrző étteremben egy csaknem egymázsás hízott disznót egészben tálaltak fel az asztalon, a vendégek pedig érkezéskor egy-egy darab megpörkölt malacbőrt szakítottak le róla. Nagyon különlegesek és finomak az ételek, más, mint ahogy mi Dél-Romániában készítjük. Jó látni, hogy az emberek így őrzik a régi hagyományokat, mondta egy román turista. A Nagyszeben környéki falvakban pedig disznóvágással ünnepeltek karácsony napján. Itt tipikus szász ételeket szolgáltak fel forralt borral a vendégeknek. A férfiak népviseletbe öltözve hagyományos körtánccal szórakoztatták az embereket. Nagyon jól érezzük magunkat, ha még hó is esett volna, valóban teljes lenne a meghitt karácsonyi hangulat, mondta egy vendég. Lengyelországban karácsonykor minden városban Betlehemekből nyílnak kiállítások. Fából, csokoládéból, marcipánból és mézes kalácsból is készültek Jézus születését ábrázoló műalkotások.
Az idei év szenzációja viszont egy homokból készült Betlehem volt Gdanskban. Emberek ezrei vártak már nyitás előtt az utcán, hogy megcsodálhassák a híres lengyel művészek által készített szobrot. Az óriási 80 tonnás művet vízkeresztig, január 6-áig nézhetik meg majd az érdeklődők egy külvárosi kultúrházban. Továbbra is erős az Európai Unióra nehezedő migrációs nyomás. Erről a Frontex vezetője beszélt egy német lapinterjúban. Azt mondta, hogy az év végéig várhatóan 120 ezer ember lép be illegálisan az EU területére, és bár ez 10%-os csökkenés a tavalyihoz képest, folyamatos kihívást jelentenek az újonnan érkező bevándorlók. És itthon sincs megállás, a rendőrök az ünnepek alatt is folyamatosan járőröznek a magyar határnál. Csak az elmúlt három napban több mint 380 migráns tartóztattak fel. 20 esetben összesen 131 migránst fogtak el a rendőrök karácsony első napján Bács-Kiskun megyében. A szíriai, iráni, egyiptomi, marokkói, palesztin és algír férfiaknak nem voltak papírjaik, így visszakísérték őket a biztonsági határzárhoz. Csongrád megyében is volt dolga a hatóságoknak, Röszkénél és Tiszaszigetnél szenteste 14, 25-én pedig ismét két migráns próbált meg Magyarországra átszökni a térségben. Tompánál közben egy török embercsempészt fogtak el a hatóság emberei. A sofőr így a csomagok közé bújtatva próbálta meg rokonait illegálisan átjuttatni a szerb-magyar határon. Az, hogy karácsonykor sem enyhült a migrációs nyomás, a rendőrségi adatok is jól mutatják. Csak az elmúlt három napban több mint 380-an próbáltak átjutni illegálisan a magyar határnál. A vajdasági magyarok is egyre türelmetlenebbek, miután az elmúlt hónapokban magyar kanizsa lett a bevándorlók egyik bázisa a Balkánon. Ide is a szomszédos településekre naponta több százan érkeznek. Félünk, mikor lássuk már őket, én is csak még ma többi is, még a többi is húzóckodik el tőlük. Mi félünk tőlük, hát mi nem csinálnak már valamit. Néhány kilométerre innen ugyanis már ott a magyar határ, ott próbálnak meg folyamatosan átszökni a migránsok. Migrácia. A szerb parlamentben még karácsonykor is téma volt a migráció. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselője arra kérte a belgrádi kormányt, hogy védje meg Szerbia déli határát, és ne engedjen be több embert. Pásztor Bálint szerint, ha sokan jönnek, az biztonsági kockázatot jelent. Az Európai Unióba évvégéig várhatóan 120 ezer ember lép be illegálisan. Ezt már a Frontex EU-s határ- és partvédelmi szervezet vezetője mondta a német Die Weltnek adott lapinterjújában. Fabrice Leggeri szerint bár ez a szám 10%-os csökkenés a tavalyihoz képest, a migrációs nyomás így is hatalmas. Az uniós határvédelmi szervezet vezetője a jelenlegi helyzetről azt mondta, a gond a belső migráció, vagyis az, hogy a schengeni övezeten belül sokan elhagyják azt az országot, ahová elsőként beléptek, és több országban nyújtanak be menedékjogi kérelmet. Ez pedig ellentétes az EU-s szabályokkal. A Frontex vezetője szintén gondnak nevezte azt is, hogy még mindig nem sikerül elég jól az elutasított menedékkérők visszatoloncolása a hazájukba. Fabrice Leggeri egyúttal bejelentette azt is, hogy emelik a szervezet létszámát, 2021-től pedig uniós egyenruha is lesz a Frontex új személyzetén. Nincs tűzszünet, a sztrájkok és a tiltakozások az ünnepek alatt is folytatódnak Franciaországban. A párizsi opera, a balettáncosai, a demonstrációk különös formáját választották szenteste. A Hattyúk Tavából adtak elő egy részletet a színház előtt ingyen. A demonstrációk december eleje óta folyamatosak Párizsban. A nyugdíjrendszer átalakítása miatt tiltakoznak az emberek. Hatalmas tömeg és lelkes taps fogadta a balettáncosokat a párizsi opera előtt. A balettkar pedig a Hattyúk Tavából adott elő részleteket, a zenét a párizsi szimfonikusok szolgáltatták. Ez akár egy kedves karácsonyi figyelmesség is lehetett volna a közönségnek, de nem az volt. A táncosok mögött látható Molino felirata a kultúra veszélyben van is jelzi, a párizsi opera táncosai ezzel az akcióval is az országot megbénító tiltakozó mozgalomhoz csatlakoznak. Ők sem fogadják el a kormány tervét, amely az eddigi kivételek eltörlésével egységesítené a francia nyugdíjrendszert.
8 éves korunkban kezdünk el balettozni, ez olyan, mint egy versenysport. Lehetetlen 64 éves korig csinálni. Azután, ahogy 17-20 éves korunkban elkezdjük a professzionális táncot, folyamatosak a sérülések. Mire elérjük a 42 éves kort, amikor jelenleg nyugdíjba mehetünk, már teli vagyunk kisebb-nagyobb törésekkel, korai ízületi gyulladással. Sokaknak addigra csípőprotézise sérve van. Jó, ha addig képesek vagyunk fenntartani az elvárt művészi színvonalat. Magyarázta felháborodásokat az opera egyik táncosa. A táncosokhoz csatlakoztak a technikusok, díszletmunkások, zenészek is, akik szintén az egységes 64 éves nyugdíjkorhatár ellen tiltakoznak, akár csak a vasutasok, metró és buszvezetők, akik már december eleje óta sztrájkolnak Párizsban. A közlekedési sztrájk ugyanis karácsonyra sem állt le, és az sem nyugtatta meg a kedélyeket, hogy Emmanuel Macron elnök kijelentette, ő maga is lemond elnöki nyugdíjáról. Párizsban így az ünnepek alatt is csak az automata üzemelésű metrók járnak, és a buszoknak is csak kétharmada közlekedik. Nem tartunk karácsonyi tűzszünetet, de úgy látjuk, a kormány nagyon is szünetel, a miniszterek, kormánytagok mind elmentek haza, mi viszont folytatjuk a sztrájkot, jelentette ki az egyik vasúti szakszervezet képviselője. Azoknak, akik az ünnepek alatt biztosítják a sztrájkőrséget, a szakszervezet hozta el az ünnepet egy rögtönzött ünnepi asztal formájában. Mintafarmokat hoz létre 8 afrikai országban az Agrárminisztérium, hogy erősítse a térség gazdaságát, stabilitását és ezzel a népesség megtartó erejét is. A segítségnyújtás arra is lehetőséget ad, hogy a magyar agrárszakemberek az ottani éghajlati körülmények között teszteljék a magyar vetőmagokat, és fejleszthessenek versenyképes, szárazságtűrő fajokat. Az első mintafarmok Gánában és Kenyában létesülnek. A termelés januárban 13 növényfaj magjának a vetésével kezdődik. Nagy István agrárminiszter az M1-en azt mondta, hogy a projekt egyaránt nagy lehetőség a magyar mezőgazdaság és Afrika számára is. Ott kell lennünk, ott kell segítenünk, ahol a baj van, és nem azt elősegíteni, hogy tétlenül nézve, és várni őket, hogy megérkezzenek, és átalakítsák egész Európát. Az az igazi segítség, hogyha oda megyünk, és ott tudjuk nekik megmutatni mindazt a lehetőséget, amivel élni lehet. Heves tűz pusztított Chilében. A nem végleges adatok szerint körülbelül 250 épület vált a lángok martalékával az egyik kikötőváros szegények lakta negyedében. A hatóságok azt gyanítják, hogy szándékos gyújtogatás történt. Közben Ausztrália déli részén továbbra is küzdenek a lángokkal a tűzoltók, akiknek a munkáját önkéntesek is segítik. Lángba borultak a Valparaíso tövezőhegyek. A dél-amerikai ország nyugati részén fekvő várost hamar elérték a lángok. A tűz félelmetes gyorsasággal terjedt. Valparaíso történelmi házairól, meredek sikátorairól és lépcsőiről híres óvárosa, világörökségi helyszín, évente rengeteg turista látogat ide. A város körüli hegyeket bozótosok és erdők fedik. A nyári hőség, az erős szél és a szárazság miatt a lángok nagyon gyorsan elérték a település külső, szegények lakta negyedeit. Sokan az utolsó pillanatig álltak a házuk mellett a csodában reménykedve, hát ha megfordul a szél és megmarad az otthonuk. Egy férfi két táskával a vállán végül ott hagyta a házát. Mások háziállataikat mentették, ez a nő két kutyáját fogta a karjában, úgy hagyta el a várost. A folytogató sűrű füstben, aki csak tudott, segített a tűzoltóknak az oltásban. Vödrökkel vitték a vizet azokra a helyekre, ahová tömlők nem értek el. A tüzet repülőgépekkel is oltották, de így is tetemes kár keletkezett. Egy férfi a chilei zászlót tette ki leégett házának romjára. A helyiek ott, ahol a tüzet sikerült eloltani, visszamentek házaikhoz abban bízva, hogy még találnak a hamu és a romok között valamit. Ott volt a házam, de leégett. Az egész utcában a rokonaim éltek. Az ott a testvérem háza, még apám építette, az is leégett, mondta egy férfi. A lángok 100 hektáros, körülbelül 140 futballpályányi területen pusztítottak. Legkevesebb 150 lakóház semmisült meg a tűzben, de ez még nem a végleges adat. Még tart a kárfelmérés, de az biztos, hogy másfél száz épület a lángok martalékává vált, mondta belügyminiszter. Később a hatóságok módosították az adatokat, és bejelentették, hogy 245 ház égett le, és 70 ezer embert érintett közvetlenül a tűz. A város polgármestere szükségállapotot rendelt el a romok eltakarítása és az újjáépítés megkönnyítése érdekében. Csaknem 100 000 fogyasztónál nincs sem áram, sem víz. Az otthon nélkül maradt embereket a környező települések tornatermeiben szállásolták el.
A hatóságok azt gyanítják, hogy gyújtogatás okozta a pusztító tüzet. Szemtanúk állítják, hogy röviddel a lángok fellobbanása előtt ismeretlen autók jelentek meg a hegyekben, és erről felvételek is készültek, amit már vizsgál az ügyészség. Boldog karácsonyt kívánunk a tűzoltóknak és az önkénteseknek. Ez egy kis semmiség, ami megédesítheti a napotokat. Köszönünk mindent, amit tettetek. Ilyen üzeneteket küldtek az emberek a süteményes dobozokon, azoknak az önkénteseknek, akik hetek óta a rekkenő melegben küzdenek a lángokkal Ausztrália déli részén. Valódi hősökként tisztelik ezeket az embereket, akik a karácsonyt sem töltötték a családjukkal, mert szükség volt rájuk az oltásnál. Hiányzik a kislányom, nem lehettem vele, de ez van. Valakinek itt kell lennie, és oltania kell a tüzet, mondta egy férfi, aki 70 ezer önkéntes társával együtt idén karácsonykor is bevetésen volt. Új-Dél-Wales tartományban továbbra is több tucat helyen egyelőre megállíthatatlanul tombolnak a lángok, miközben a meteorológusok újabb hőmérsékleti rekordokra számítanak a napokban. Legkevesebb 16 halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken pusztított tájfunnak. A 190 km/órás széllökések lakóházakat rongáltak meg súlyosan. A heves esőzések pedig villámáradásokat okoztak több helyen. Rengeteg repülőjáratot töröltek, és a kompok sem közlekednek. A tájfun miatt több ezren nem értek haza az ünnepekre. Csaknem 200 km/órás szelet és rengeteg esőt hozott magával a Fanfom, vagy más néven az Ursula tájfun a Fülöp-szigetekre. Az ország középső részén hatalmas pusztítást hagyott maga után. Az erős szél fákat, villanyoszlopokat döntött ki, és lakóházakat rongált meg súlyosan. Több mint 100 család maradt fedél nélkül karácsonykor. Sok helyen nincs ivóvíz és áram. A vihar volt, ahol villámáradásokat is okozott, több út is járhatatlanná vált. Több tízezren nem tölthetik most otthonukban a karácsonyt a Fülöp-szigeteken. A hatóságok még a tájfun érkezése előtt csaknem 60 ezer embert evakuáltak. A Kalibó repülőteret is súlyosan megrongálta a vihar. Több járatot is töröltek. Ezrek várnak most arra, hogy hazautazhassanak végre szeretteikhez, hogy együtt ünnepelhessenek. A kikötőkben több mint 15 ezeren rekedtek, mert a kompok sem közlekednek. A hatóságok szerint a viharnak legkevesebb 16 halálos áldozata van. Ez a szám azonban valószínűleg még emelkedni fog. Sok helyen ugyanis még nem tudták felmérni a károkat. Nincs internet és a mobiltelefonok sem működnek. A szakemberek a 6 évvel ezelőtti Haiyan szupertájfun kis testvéreként is emlegetik a mostani vihart. A Fanfon ugyanis nagyjából ugyanazokon a területeken söpört végig, de jóval kisebb károkat okozott. 2013-ban a Haiyan 310 km/órás széllel csapott le a Fülöp-szigetekre. Az volt minden idők legpusztítóbb vihara az országban. Abban a katasztrófában több mint 6000-en haltak meg. Elsodort települések, romba dőlt városrészek, a földdel egyenlővé tett üdülőhelyek az Indiai óceán partvidékén, Indonéziában, Tájföldön vagy Sri Lankán. Ez volt a cunami 2004. december 26-án. Bár az azóta eltelt másfél évtized többnyire elegendő volt a károk helyreállítására, a családi tragédiák feldolgozásához ennél több időre lehet szükség. Megrázó képsorok következnek. Sokak számára a híradásokból ismertek lehetnek ezek a megdöbbentő felvételek. 2004. december 26-án rendkívüli erejű pusztító szökőár, cunami tarolta le a turisták körében is népszerű tengerparti településeket Dél-Ázsia 14 országában. Kezdetben mintegy 7000-re becsülték az áldozatok számát, azonban a szökőár utáni napokban kiderült, ennél nagyságrendekkel többen veszítették életüket. A halottak vagy eltűntek száma meghaladta a 200 ezret, köztük több ezer európai, amerikai és ausztrál turista is volt. A szökőár a tenger alatti földrengés kitörése után perceken belül elérte Indonéziát, Tájföldet egy órával később, Sri Lankát és Indiát pedig 2,5 óra elteltével. Napközben és az éjszaka folyamán is itt a szabadban vagyunk, mert nem tudhatjuk, mikor öntenek el bennünket ismét a hullámok. Arról nem is beszélve, hogy a házunkban minden nedves, a padlón is áll még a víz. Ráadásul félelemben élünk, hiszen innen jól látszik a tenger, mondja ez az indiai nő. Az áldozatok szinte az utolsó pillanatokig nem voltak tudatában, mekkora veszély fenyegeti őket. Szumátra északnyugati partvidékén is hatalmas pusztítást ütik be a szökőár. A legsúlyosabb csapás Aceh tartományt és az azonos nevű várost érte.
Szinte a földdel tette egyelővé a szökőár a partvidéket, és súlyos károkat okozott a parttól mintegy 3 kilométernyire fekvő kormányzati negyed épületeiben is. A halálos áldozatok számát csak ebben a körzetben mintegy 167 ezerre becsülték. Az akkori elnök az Indonéziát ért súlyos csapásról beszélt. Úgy gondolom, önök a tudósításaikban bemutatták a világnak az itteni lakosság szenvedését, amelyet a szökőár okozott. Az elmúlt néhány óra során elnökségem egyben országunk történelmének legsúlyosabb természeti katasztrófáját éltük át. A halálos áldozatok száma mind a mai napig pontosan nem ismert. A pusztulás elől való menekülés, illetve a tömegsírokba temetettek miatt ez ma már nem is határozható meg. Azonban nem csak az árhullámnak, hanem az utóhatásainak is sokan estek áldozatul. Gyors segélyként némi élelmiszert már kaptunk egy helyi szervezettől, de több tiszta ivóvízre nagy szükség lenne, elsősorban persze az idősebbeknek és a gyermekeknek, meg mindenféle háztartási eszközre, takaróra, hiszen szinte mindenünk oda lett a szökőárban, mondja ez a férfi. Nem sokkal a katasztrófa után világszerte megkezdődött az adományok gyűjtése. Magyarország orvoscsoporttal, gyógyszerekkel, anyagi és eszközadományokkal segített a bajba jutottakon. A Vörös Kereszt, a Magyar Katolikus Karitász, a Baptista Szeretetszolgálat vagy az Ökumenikus Segélyszervezet révén nem csak azonnali segélyek indultak útnak, hanem hosszabb távra szóló programok is megkezdődtek. Sri Lankán például több lakóház közösségi központ is épült magyar segítséggel. Ezeket a házakat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével húztuk fel a cunami után. A telket pedig a kormány biztosította számunkra. Az azóta eltelt 10 év tapasztalata pedig az, hogy ez az egyik legjobban sikerült projekt a környéken. Az akkor ide költözött családok mindegyike a mai napig itt él, nem kívánnak elköltözni. Ez a Sri Lanka déli partvidékén található emlékmű a cunami több tízezer ismert és ismeretlen áldozatának állít emléket. Egyúttal pedig az újjáépítés és az újrakezdés lehetőségére és szükségességére hívja fel a figyelmet. 30 éve 1989. december 25-én végezték ki Romániában a kommunista diktátort Nicolae Ceausescu-t és feleségét. A csaknem negyed évszázad a hatalmon lévő párt főtitkárt a Temesvárról Tőkés László védelmében indult népfelkelés buktatta meg. Kivégzése után napokig káosz uralkodott az országban. 1989 karácsonyán Romániában az emberek a frissen megszerzett szabadságukat ízlelgették. Az állami intézmények környékén páncélos járművek és katonák örködtek, a nagyvárosokban még ropogtak a fegyverek. A boltokban több év után először lehetett élelmiszerjegy nélkül vásárolni. Sokan gyászoltak. Bukarestben és Temesváron az utcán agyonlőtt tüntetőkre emlékeztek. Közben arra vártak, hogy kivégezzék a gyűlölt diktátort Nicolae Ceausescu-t. A vidéki cipészínasból lett kommunista pártfőtitkár Ceausescu 1965 óta állt az ország élén. Uralma első éveit egyfajta enyhülés jellemezte a szovjet blokkon belül. 1968-ban például távol maradt a prágai tavaszt eltipró katonai beavatkozástól, amivel a nyugat elismerését is kivívta. Ám közben áttörhetetlen személyi kultusz épült köré, a totális ellenőrzést pedig a rettegett titkos rendőrség a Securitate biztosította, amely könyörtelenül elhallgattatott minden másként gondolkodót, és csírájában folytotta el az elégedetlenséget. 1989-re a román diktátor már a bomlásnak indult szocialista táboron belül is elszigetelődött. Közben az erőszakosan iparosított Románia súlyosan eladósodott, Ceausescu viszont eldöntötte, hogy visszafizeti a hiteleket, ezért az ország a nyomor szélére került. Ilyen körülmények között robbant ki Temesváron a diktatúra elleni felkelés, ami a Tőkés László református lelkész kilakoltatása elleni tiltakozással indult december 15-én. A kommunista hatalom a hadsereget vetette be a tüntetők ellen. Két nappal később a katonák és a Securitate fegyveresei Ceausescu parancsára tüzet nyitottak a tömegre. Utolsó tévébeszédében december 20-án a diktátor huligánoknak és külföldi ügynököknek nevezte a tüntetőket Temesváron, ahol addigra a hadsereg átállt a nép oldalára. Másnap a fővárosban a kommunista hatalom tömeggyűlést szervezett Ceausescu és a rezsim támogatására. Ám a kormánypalota erkélyéről szónokló pártfőtitkár beszédét a tömeg hangos fütyüléssel és fújolással szakította félbe.
Ezzel Bukarestben is kirobbant a felkelés, aznap éjszaka több tucatnyian haltak meg az utcákon. Ám a diktatúra gépezete végleg megroppant. December 22-én dél körül Ceausescu és felesége egy helikopter fedélzetén elmenekült a fővárosból. Még aznap elfogták őket, miután a pilóta üzemanyaghiányra hivatkozva leszállt egy katonai támaszponton a dél-romániai Târgovistében. Az emberek az utcára tódulva örömmámorban ünnepeltek, és a diktátor felelősségre vonását követelték. Karácsony napján a Târgovistei kaszárnyában egy septében verbuvált rögtönítélő katonai bíróság golyó általi halálra ítélte Nicolae Ceausescut és nejét. A házas pár mindvégig azt követelte, hogy a nemzetgyűlés előtt vonják őket felelősségre, ám a halálos ítéletet még aznap végrehajtották. A zűrzavar azonban tovább tartott. A fővárosban és néhány nagyvárosban még napokig ropogtak a fegyverek. Teljes volt a káosz. A hivatalos változat szerint a diktátorhoz hű úgynevezett terroristák ellen kellett megvédeni a frissen megszerzett szabadságot. Több százan haltak meg ezekben a napokban, miközben a párt második vonalához tartozó későbbi államfő Ion Iliescu és csapata átvette az irányítást. A történtek ellenére még ma is akadnak néhányan, akik karácsony táján virágot visznek arra a sírra, amelyben állítólag a Ceausescu házaspár nyugszik. Ám a nagy többség inkább azt szeretné, ha tisztázódna, mi is történt pontosan azokban a decemberi napokban. A román legfelsőbb bíróságon pár hete kezdődött az a per, amelyben emberiesség elleni, valamint katonai bűncselekményekkel vádolják a most 89 éves Ion Iliescut és néhány még életben lévő társát. A per akár hosszú évekig is elhúzódhat. Valószínűleg szénmonoxid mérgezés végzett Budapesten egy fiatal orosz zongoraművésznővel. A rendőrség szerint a 4 nappal ezelőtti halálesetnél nem merült fel az idegenkezőség gyanúja. Valószínűleg egy fürdőszobai gázkészülék okozhatta a korábban számos nemzetközi díjjal elismert művész halálát. A felvételen az orosz zongoraművész Jelina Valieva látható, egy korábbi fellépésén egy budapesti hostelben holtan találták meg a 27 éves lányt. Tanára híradónak arról beszélt, volt tanítványa halála nagyon megrázta. Vasárnap érkeztek meg a bérelt lakásba, majd elmentek sétálni. Este, amikor megérkeztek, a lány barátja elment zuhanyozni, kijött, és minden rendben volt. És amikor elment Jelina, ő már nem jött ki, mert ahogy mondta a barátja, ő már gázmérkezést kapott, mondta Yuri Bogdanov. Úgy tudjuk, hogy egy fürdőszobában elhelyezett gázkészülék hibás működése okozhatta a halálát. Kerestük a hírekben szereplő 13. kerületi szálláshelyet is, de ott elzárkoztak mindenféle nyilatkozattól. Az országos mentőszolgálat szóvivője az M1-nek azt mondta, kollégái már nem tudtak segíteni a zongoraművészen. A kiérkező mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, hosszan küzdöttek a fiatalnő életéért, de sajnos nem lehetett megmenteni az életét. Egy férfit szállított a kórházba, ő enyhébb szénmonoxid mérgezés tüneteit mutatta, helyszíni ellátás után toxikológiai osztályra vitték. A BRFK tájékoztatása szerint idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja nem áll fenn. Abban az esetben, hogyha idegenkezűségre nincsen gyanú, akkor közigazgatási eljárás keretében vizsgálódik először a rendőrség. Amennyiben azonban foglalkozási szabály megszegésére utaló adatok kerülnek napvilágra, akkor felmerülhet a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés is, természetesen a foglalkozási szabályt szegő terhére. A zongorista emlékére csütörtökön koncertet szerveznek az oroszországi zeneiskolában.